A Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium szeptember 26-án jubileumi sporttalálkozót rendez annak apropóján, hogy az intézmény 40 évvel ezelőtt indította első testnevelés tagozatos osztályát. 1975-ben Orendi Mihály sportvezető, Hécei József igazgató és Szalka Géza testnevelő tanár bábáskodása mellett az országban 8.-ként indult a Vasváriban tesi tagozatos osztály, azzal a céllal, hogy a legtehetségesebb megyebeli atléták egy helyen tanuljanak és sportoljanak. A kezdetekben egy 20x10 méteres tornaterem és egy szabvány méretűnél kisebb kézilabdapálya biztosította a diákok számára az edzés lehetőséget. Az első évfolyam 30 fővel indult, közülük 23-an jutottak el az érettségig, de már az első év végén volt diákolimpiai bajnoka az iskolának, amely azóta több mint 20-szor hódította el az ország legjobbjának járó serleget. Az atlétika után labdarúgással, kézilabdával, kosárlabdával, röplabdával, úszással bővült a sportágak tárháza. A teljesség igénye nélkül az elmúlt 4 évben olyan versenyzők indultak a Vasváriból, mint az Európa-bajnok távolugró Pálóci Gyula, az európai bajnok bronzérmes úszó Csabai Judit, vagy az olimpiai ezüstérmes úszó, jelenlegi sportállamtitkár Szabó Tünde. Köszöntöm a stúdióban Kovács Ágnes igazgatóasszonyt, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát ugye most a sportállamtitkár nevét hallottuk, hogy ő is a Vasvári Pál, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium növendéke volt, és joggal az egyik legnagyobb büszkeség. És hát lehetne itt még a neveket sorolni, és bízik abban az intézmény, hogy a jövőben is nagy neveket fog nevelni. Hogyan teszi a mindennapokban ezt? Hát ez a sporttagozat 1975-re nyúlik vissza, és Orendi Mihály nevéhez fűződik a gondolat, hogy válogassuk ki a megyéből azokat a tehetséges sportolókat, akik tulajdonképpen Nyíregyháza közreműködésével, segítségével és konkrétan a Vasvári Pál Gimnázium testnevelés tagozatára bízva az utánpótlás nevelést biztosítja különböző sportágakban. Ehhez tulajdonképpen szakember gárdára volt szükség, és az első atlétika edző, Szalka Géza gondjaira bízták ennek a tagozatnak a megszervezését, és az ő segítségével hosszú kétnapos kiválogatódás során kerültek az első sporttagozatos diákok a gimnáziumunkba. Milyen kritériumokat állítanak a diákokkal szemben? Mindenképpen atlétikai számokból kell nekik készség-képességmérésen a mai felvételi vizsgákon részt venni, meghatározott időre kell futniuk, bizonyos atlétikai számokat kell teljesíteniük, fizikális vizsgálaton esnek át, és hogyha ennek megfelelnek, akkor kerülhetnek a jó tanulmányi átlaguk mellett a gimnázium testnevelés tagozatára. Milyen lehetőséget nyújt az intézmény számukra a tovább lépésre a továbbiakban? Igyekszünk a nyíregyházi sportszakosztályokkal a kapcsolatot tartani, és azok a tehetséges diákjaink, akik nem csak gimnáziumi szinten érettek a különböző sportágakra, ezek a város képviseletében is részt vesznek országos és külföldi, tehát országos és európai, illetve világversenyeken, nemzetközi versenyeken. Mennyire nehéz összetartani azt a szakmai csapatot, csoportot, akik végzik a gondozását a testnevelés tagozatos diákoknak? Nagy váltás történt az elmúlt években, hiszen azok a kollégák, akik létrehozták ezt a tagozatot, Szalka Géza kollégám elment nyugdíjba, Balázs István elment nyugdíjba, tehát új kollégákkal bővült a kör, de igyekszünk olyan szakembereket válogatni, akik azokat a sportágakat tudják gondozni, amelyek nálunk nagyon elismertek, illetve hát volt tanítványunk is testnevelőként segít a munkánkat. És hát remélik azt, hogy nagyon sokukból nem csak kiváló sportoló, hanem sokukból testnevelő tanár és edző is lehet a jövőben. Most, hogy a mindennapos testnevelés visszakerült az iskolákba és az iskola órarendjébe,
jegyében szerepel, egyre többször hallani azt, hogy hiány szakma a sporttanár, a testnevelő tanár. Ez így van, mi még ezt nem tapasztaltuk, de ez lesz a tendencia egyébként, hogy jó diplomává válik a testnevelő tanári diploma, hiszen a magas óraszámok indokolják a testnevelő tanárok felvételét az általános, illetve középiskolákba. Másrészt pedig az jutott az eszembe, hogy természetesen a sporttagozat szakmailag egy nagy hírnév, és hát egy nagy nívónak számít az intézmény szemszögéből, de szerencsésnek is mondhatják magukat, hogy olyan gyerekek járnak önökhöz, akik szeretnek mozogni, szeretik a sportot. Ma már ez is nagy szó, mert hát nagyon sok intézményben azzal küszködnek, azzal szenvednek, hogy hogyan neveljék rá a sportszeretetre a gyerekeket. Milyen a kortárs csoportoknak az egymásra hatása ebben a kérdésben? Én azt gondolom, hogy példaértékű a sportosztályoknak a sporthoz, a mindennapos testneveléshez való hozzáállása. Igazán nálunk nincs probléma a más típusú osztályok akár testnevelés óráival, akár pedig a mindennapos testnevelésével, tehát mindenképpen példát állítanak a többiek elé. Milyen támogatást kapnak ahhoz, hogy ilyen kiváló sporttagozatot vezetnek, anyagi támogatásra is gondolok persze? Nyíregyháza város pályázatain részt veszünk, amelyeket tulajdonképpen ilyen sportcélú felhasználásra hirdetnek, és igyekszünk minden olyan pályázatot megpályázni, amelyen esélyünk van, és az itt befolyt összeg is tulajdonképpen a sporttagozatosok, meg hát egyáltalán a testnevelés, a mindennapos testnevelés, a mozgás szeretete céljából kerül felhasználásra a gimnáziumban. Szeptember végén nagy jubileumi ünnepség lesz, tehát önöknél hogyan készülnek erre? Nagy a készülődés. Mindenképpen szerkeztünk egy olyan kis összefoglalót, amely a 40 év gimnáziumi sportot összegzi, és egy konferencia jellegű találkozóra kerül sor a gimnázium aulájában szeptember 26-án délelőtt 10 órai kezdettel. Két gondolat köré épül ez a nap. Az első a Vasváritól a bajnoki címig, tehát azok a neves sportoló volt vasvárisok jelennek meg, akik szívesen beszélnek a karrierjükről, a vasváriból induló karrierjükről, majd pedig Nyíregyháza sport koncepciójában hogyan vesz részt a Vasvári Pál gimnázium, tehát erről hallunk majd egy rövid beszélgetést. Milyen kísérő rendezvényekben gondolkodnak erre a napra, ezekre a napokra? Mivel a volt sporttagozatos osztályok jelenlétével is számolunk, sokan jelezték, hogy megtisztelik a jelenlétükkel ezt a rendezvényt, várjuk is őket szeretettel. Barátságos mérkőzések lesznek, röplabda, kosár, illetve foci mérkőzések lesznek az iskola tornatermében, illetve udvarán. Reméljük, hogy mi is meg tudjuk mutatni. Köszönjük szépen, igazgató asszony, hogy itt volt nálunk, és további sok sikert. Köszönöm szépen.